Ha igazán belegondolunk, akkor az ígéretre nincs szükség az életünk során. Akkor vesszük elő ezt a lehetőséget, amikor bizonytalanok vagyunk a jövőnkbe vagy másokba. Meg szeretnénk ígérni valamit, hogy így és így lesz, azért, hogy megkapjunk valamit cserébe azért, amit szeretnénk, vagy még nem is cserébe, hanem csak egyáltalán szeretnénk valamit kapni, és mi megígérünk valamit, mert nem tudunk mit adni. Sokkal jobb, hogyha akkor teszel valamit, és akkor vársz el valamit az életben, amikor tudod, hogy ennek az ellenértékét, legalább az ellenértékét meg tudod adni, de adjál inkább sokkal többet, és így sokkal több visszajön majd a világból. Bölcs ember nem ígér, bölcs ember csak cselekszik, tudja, hogy mit tehet az életben, és ehhez képest tudja azt, hogy mi az, amit meg kell tennie ahhoz, hogy az élete és a körülötte lévő élet az harmonikus legyen, boldog legyen mindenki számára. Különböző szituációkban ígérünk, ugye a legtipikusabb az, amikor valamit nem csináltunk meg, vagy valami rosszat tettünk, és lebuktunk, vagy éppen rajta kaptak azon, hogy lusták voltunk, és megígérjük azt, hogy máskor ezt nem fogjuk megtenni. Ilyen például a szilveszterkor, amikor egy kicsit számot vetünk magunk életével, és azt mondjuk, hogy a jövő évben nem fogjuk ezt megcsinálni. Ezek az ígéretek nem szoktak beváltódni, ugyanúgy nem váltódnak be, mint amikor a barátoknak ígérjük azt, hogy többet nem hazudok neked, többet nem fog előfordulni, hogy kések, többet nem fordul elő, hogy nem hívlak föl, pedig én kellett volna, hogy fölhívjalak. Szóval számos olyan eset van, amelyben az ígéretet nagyon könnyen kimondjuk, viszont annak a teljesítése az igencsak bizonytalan. És ez a logikus, ezt kell megérteni, hogy a teljesítés bizonytalan. Az ember nem ígérheti meg az életben azt, hogy a jövőben ezt és ezt fogja csinálni. Nincs hatással olyan mértékben a jövőre, hogy ő ígéretet tehessen. Milyen hatalma van bárkinek is ahhoz, hogy azt mondja, hogy a jövőben ez így lesz, ahogy most mondom. Egy dolgot lehet tenni, mindent megteszel azért, hogy valami megtörténjen. De ez nem egy ígéret kell legyen, mert abban a pillanatban, ha megígéred, hogy majd mindent megteszel, hogy így és így legyen, abban a pillanatban neked ezt be kell tartanod. Na most a minden, a semmi, a soha, a mindig, ezek a szavak, ezek értelmetlenek. Tehát eleve, ha egy mondatban benne van, hogy ígérem, hogy mindent megteszek, vagy ígérem, hogy mindig ezt és ezt fogom csinálni a jövőben. Ebben az ígérem szó és a minden, meg a mindig, meg ezek a soha szavak, ezek mind olyan kifejezések, amikor nincs gondolat igazából az embernek a fejében, hanem mond valamit. Azok a mondatok válthatók valóra, amelyek kerülik ezeket a szavakat és konkrétizálnak. Például egy szerelmi kapcsolatban megígérem, hogy holtomig foglak téged szeretni, akkor ezt szintén nem jelenthetem ki, és nem ígérhetem. Az egészen más, hogy azt mondom, hogy én most úgy érzem, hogy téged a lehető legjobban szeretlek, amit csak eddig éltem, megéltem a világban, és elmondom azt, amit most érzek, ebből lehet következtetni abból arra, hogy ez hosszantartó lehet. Hogy mit tudok megtenni érte, ezt nem lehet megfogalmazni. Egy dolgot lehet megtenni, hogy figyelmes leszek, figyelmes arra, hogy milyenek az érzéseink, milyenek a változások körülöttünk, ezekre a változásokra majd reagálni fogok. Sokkal jobb, hogyha az ígéretek helyett inkább a cselekvésekre koncentrálunk, és kiismeri a külvilág, hogy mi nem ígérni szoktunk, hanem cselekedni, és ebből a cselekvésből nagy részt megvalósulnak azok a dolgok, amelyeket egyébként megígérhettünk volna régen. Tehát az ígéretszót egy haszontalan szónak tartom, egy olyan kifejezésnek, ami mögött pont nincs semmi, pont olyan bizonytalan, mint az egész élet. Ennél legyél sokkal bizonyosabb magadban, sokkal jobban ismerned magadat és a külvilágot, erre az ismertségre fogsz tudni alapozni, méghozzá
reagálással, cselekvéssel, és annak rögtön lesz eredménye, felesleges volt megígérni, mert azonnal sejthető, és majd nagy örömmel tapasztalható, hogy te elértél valamit mások számára. Bővebben erről a témáról a prémium vlogokban fogtok kapni információt, keressétek a videótáron, elérhetitek mindezt a sandorrengyel.com-on. Mindenkit szeretettel várunk az online akadémián, és ne felejtsétek el, hogy nem sokára indul a 2019-es mesterkurzus is.